2015-ben alapította a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei önkormányzat, Kisvárdaváros önkormányzata és a Kárpátaljai megyei tanács a Tisza korlátolt felelősségű európai területi társulást. Az egyedülálló kezdeményezésnek köszönhetően először fordul így elő, hogy Ukrajna, mint nem uniós tagállam, Magyarország támogatásának köszönhetően egy európai szomszédsági projekt résztvevője. Ennek célja a gazdasági, befektetési, környezetvédelmi, infrastruktúrális, kulturális és oktatási együttműködések fejlesztése. A Tisza ETT harmadik fórumát Kisvárdán rendezték. A konferencián elhangzott, a szervezet bekerült egy Ukrajna-Európai Uniós integrációját segítő programba is. Egyedül és sikeres magyarországi pályázóként részt vehetünk, ez egészen új hír számunkra is, egy úgynevezett peer-to-peer kezdeményezésben. Ennek a programnak a részeként európai tapasztalatok átadását céloztuk meg, melyben az ukrajnai Chmelnyicki megyét jelölték ki megyénk partnereként. Tehát így átmerészkedtünk a Kárpátokon túlra is, és ott osztjuk meg ezeket a tapasztalatokat. Eddig is több olyan projekt valósult már meg, melyek az egész térség számára nagy jelentőséggel bírtak. Emelte ki a konferencián a Tisza ETT társelnöke, aki hozzátette. Jelenleg is számos pályázat van előkészületben, melyek Ukrajnát egyesítik az Európai Unióval, Kárpátalja segítségével. Meg lehet nevezni olyan projekteket, amelyek már a minisztériumi egyeztetéseken is átestek. Ezek közé tartozik például a közvetlen Intercity járat Munkács és Budapest között. Jelenleg is több program fut sikerrel, melyek a kárpátaljai magyarságot támogatják, hangsúlyozta a fórumon Grezsa István. Szabolcs-Szatmár Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének és összehangolt fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztosa elmondta, több mint 16 ezer kárpátaljai ruszin magyar nyelvoktatását támogatják, de emellett egészségügyi fejlesztésekkel is segítik a térséget. A Munkácson, Nagyszőlősen, Beregszázban vagy orvosi műszereket az összes járási kórháznak modern ultran készülék, vagy hogy aktualitást is említsek, vakcinákat, kötelező védőoltásokkal látjuk el Kárpátalját 5 esztendőre a korosztályos védőoltásokkal. Ehhez társult még a kanyaró járványhoz összesen most már 13 ezer magyar állam által vásárolt vakcinával járultunk hozzá. Grezsa István azt is elmondta, már 4 éve fizetéskiegészítéssel segítik a kárpátaljai magyarokat, itt többek között a pedagógusokat, lelkészeket és közművelődésben dolgozókat. De az óvodások és iskolások étkeztetését is támogatja a magyar kormány, valamint számos kárpátaljai oktatási intézmény működéséhez is hozzájárulnak.